Bavien Fable, Csontfuvola, negyedik rész. Így élünk majd, dallunk és imádkozunk, és agregéket mondunk, nevetünk. Shakespeare, Lear király. Mire elkészül a vacsora, Martin is hazanyargal. Rajek mögötte pöfög a zsarumobillal. Körbeüljük a terebélyes asztalt. Mindenkinek jut a zöldséges, sajtos, zöldfűszeres remeklésből. Jurájen az anyja ölében duhajkodik. Metélt sárgarépát, szárzellert majszolgat. A többi ételfélét Denise a szájába, ruhájába pakolja, vagy a hajára keni. Kisvártatva az etetőszékben találja magát. A kalodában tüstént megigazul. Minden falattal betalál a szájába, és kis ujját is elitesen eltartja, miközben a többivel ragadozó módon markolja a kanalat. A körénk szivárgó est bársonypalást kékre festi az eget. Meggyújtok néhány kerti fákját. Aranyló fények táncolnak az arcokon, bámulják magukat a poharak falán. Egyikünk sem sürgeti Martin és Vulcano beszámolóját. Mindketten feszültek, félfenékkel ülnek a széken. Fészkelődnek, vibrálnak. Elektromosságuk elegendő lenne egy nagyzolós közkarácsonyfa kivilágításához. A főfogás után dinnye, szőlő, barack kerül az asztalra. Hét ördög újonba fogadja a gyümölcsöt. Néhány alsó és felső tejfog boldog birtokosaként ráharap egy fekete dínyemagra. Büszkeségei sajnálatosan nem egymás alatt fölött nőttek, a harapás tökéletlenre sikerül. A mag meg-megcsuszamlik, és a szájából kirepülve ornyergen találja szemközt ülő nővérét. Ella tüstént viszonozza a tüzelést. Jurájen gurgulázva nevetgél és újra táraz. Eszembe jut a cédrus alá ásott hullazsák, a morbid csomagból előkerült holmik, a hátizsákban lévő tankönyvek, a távoli iskolaidőben elrabolt gyermek és szülei régóta nem részesülnek, olyféle pillanatokban, ami nők nekem megadatnak. Ledobom a villát, Martira nézek. Találtatok valamit? Megcsipték a menekülőt? Kérdezi ugyanekkor Deniza. Az imbolygó fákjelángok óranyfénysávokkal melírozzák vörös-barna haját. Vulcano válaszol. Járőrkocsik torlaszolták el az útját, az ipse simán áttört közöttük a lopott járgánnyal, felhajtott az autópályára, az első benzinkútnál túszt ejtett, és a nőkocsijával folytatta a szökést. A kútkezelő látta az emberrablást, telefonált a zsaruknak. Mire rárepültünk az újonnan szerzett járműre, az felszívódott. A közelebbi lehajtók környékén folytatjuk a keresést, egyelőre eredménytelenül. Carmine Lombardi magához tért? Nem. Az orvosok töviről hegyire kivizsgálják, hogy megértsék, mitől került félholt állapotba. Azt se tudják, túlélje. Őriztetitek? Rajek rám csodálkozik. Nem hinném, hogy újra elrabolnák. Az egyik gazfickó teljesen hulla, a másik félig, a harmadik szakik. Őriztesd a kislányt, a lombardi szülők. Értesítettem őket, talán már meg is érkeztek a kórházba a kicsihez. A sérült bűnöző kómázik, veszi át a szót Martin. Nem gyóntatható. Még egy rossz hír. A vérzsúr hevében a filofax kiesett a fal zsebemből. Tűvé tettem érte a temetőt, hasztalan. Holnap folytatom a keresést. Denise felsóhajt. Nyalítom, hogy a dögrovásos sem őrizteti, pillant Vulcanóra. Hová menne kómáson? Gondolkodjunk, ajánlom. A három fickó azért rabolt gyereket, mert erre fokozott a kereslet, mióta sikkes lett a perverzitás, és a pedofilok osztódással szaporodnak. Jó volna tudni, miért cuccoltak át a házból a temetőbe. Ezt majd Gavin elsisegi nekünk. Utóbb, bizonyára, az elveszős hajlamú filofaxot keresgélték az épületben, melynek tartalma a megbízóikat is blamálhatja. Pontosan emiatt kéne őriztetni a kómázót. Hét ördög az asztalra konyul a kalodából. Gurgulázva kicsorgatja a szájából a betárazott dinnyemagokat. Alapos arctörlés után visszakapja szabadságát. A fogságból kitörve négykézláb csattog a közelben heverőtt Tarzan kutyához, felmászik az ebre, és végtagjait szétvetve alvó pózba darvad rajta. A benzinkutas megegyezte a túszkocsi rendszámát? Kérdezi Deniza. Vulcano bólint. Már tudjuk az elrabolt nő nevét, címét. Szebbik felem tovább instruál. Tuti fix, hogy van nála mobiltelefon. Mérességbe, merre jár a kucsia? Az engedélyre várunk, feleli Martin. Nekem is eszembe jutott, te sókám. Én is detektív képzőben diplomáztam.
A diplomázás, sósperec, öcskös. Az a kérdés, tudod-e alkalmazni a tanultakat, ha egyáltalán tanultál valamit? Szerinted? Figyellek egy ideje, nem sokára megmondom. Ella felhördül az asztalnál, a kezében tartott magazint böngészi. Daled, te tök mazó vagy, szörnyölködik. Miért olvasol fészlapokat? Emlékezhetnél, hogy egész úton idefelé macskaszarral aromaterápiáztam. Iszonyú büdös volt a kocsiban. A fészlapot legyezőnek vettem a benzinkútnál, nem pedig művelődés céljából. Mellesleg csak felkavarta a bűzt. Mi szörnyűt ír? Ella torkot köszörül, betrilláz. Drámai hangsúlyjal olvassa a részletet. Sokszor hallotta gyermekként azokat a történeteket, hogy idős családtagjai mennyit szenvedtek szívpanaszokkal, még egy gutaütésről is beszéltek a hosszú téli estéken. Szent múzsák, nyögi Donald, én miért nem tudok ilyeneket írni? Deniza elképzeli a gutaütés jegyében átbeszélt hosszú téli estéket. Miután felszárítja könnyeit, megjegyzi. Egy Allegra Mustang nevű író kötetbe gyűjtötte a hasonló gyöngyszemeket. Néhány klasszikus művet is újrafogalmazott a bulvárlapok bombasztos stílusában. Hasizom erősítő könyv lett, sokat röhögtem. Nálam van, ha netán érdekel valakit. Majd nyitogatjuk, ígéri Donald. Az én könyveim milyenek? Lányom töprengve felpillant az újságból. Bilincses könyvek? Egyrészt lebilincselik az olvasót, másrészt zsaruk is bilincselgetnek bennük. Pisztolyos könyvnek nem nevezném őket, nem ez a fő műfajuk. Szétolvasott könyvek, szól Ninfa. Túlélő könyvek, mondja Delgado. Az írásmester kérdőn rám pillant. Nincs mese, nyilatkoznom kell. Felvonom a szemöldökömet. Tűnődés közben két ujjal ropogtatom államon a borostát. Felidézem Steve gyógyulását. Talpra állító könyvek, bököm ki. Nem is rossz ez a fajta műfajba sorolósdi, lelkesül Ella. Találkoztam már rígatókönyvvel, ámítókönyvvel, de még ürességkönyvvel is. Amúgy ezeket nem te írtad, és hamar ledobtam mindet. Ja, különben Voltaire azt mondta, minden műfaj jó, kivéve az unalmast. Pedig ő retteget személyiség volt a csípős modora miatt. Viszont sznob nem volt. Én már olvastam maszlagos könyvet és nyálkacsordítót is. Legyint Deniza. Az ócskasságok neve ezentúl legyen szélütéskönyv, javasolja a serdülő. Mert ugyebár lesújtják az olvasót, mint a guta. Te most miről beszélsz? Informálódik Donald, azon tépődve, sértődjék-e alkotói hiúságában. Mondtam már, nem rólad, téged már szételemeztünk. Különben elárulom neked teljesen őszintén, az az egyetlen hibád, hogy nem írtál kosztümös könyvet. Írjak? Tudnál? Ütésem sincs, sose próbáltam. Már hogy ne tudnál kosztümös könyvet írni? Hörrem, Ninfa. Univerzális író tehetség vagy. Donald diszkréten hízásnak indul. Ella visszamélyed a magazinba. Rögvest újabb szellemi aranyrögre bukkan. Megosztja velünk. Kislánykori álmom, hogy gyönyörű fehér ruhában, egy kedves templomban mondom ki az igent. Hogyan kedveskedik egy templom, mint a mesében? Templom, templom, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon? A templom megtiszteltem pihegi. Szép vagy szebb a papnál, te gyönyörű fehér ruhás menyasszony. A bakfis széles mozdulatokkal lapoz néhányat. Újra felnyihog, és ennek kiváltó okát is közzéteszi. Már is okosabb lettem, idézem. Azt kell tudni a metróvonalakról, hogy nagyon mélyen vannak. Tessék, ez meg egy világcsoda. 44 évesen szülte az édesanyja. Vezzeg engem 0 évesen szültek, irigykedik Martin, pedig úgy megúszhattam volna a gumibugyit, a fogcserélést, a pokolkín oltásokat, sőt, a pedofil végbélkúpokat is. Kés csoda, hogy azok a fajtalan dugaszok nem tettek meleggé vagy kényszer neurotikussá. Nem elég neked, hogy pszichopata lettél miattuk? Csodálkozik Ella. Vulkánó a homlokához kap. Az aromaterápiás macskaszarról jut eszembe, mifelénk tényleg nem dühöng a bűnözés, ha bár lehet, hogy ezt múlt időbe tehetném. Nemrég berontott egy ipse az egyik bankba, kezében stukkerrel, fején rablóharisnyával. Na, kezdték neki bezsákolni a lovattát, közben ő mind jobban tüsszögött, hörgött, majd bucira tagadt fejjel összecsuklott. A pénztáros kisasszony szájból szájba lélegeztette a hulláját, amíg odaért a mentő. Az újraélesztés után a doki közölte, hogy a lábbűzös állarc okozta az ürge fulladásos rohamát. Lúzerek, ne aromaterápiázzanak, dünnyögi Martin. Megcsörren Vulkánó telefonja. Deniza felnyalábolja,
a dajka kutyán alvó kis dömpert, és a házba indul bele. Mellettem elhaladva megtorpan egy jó étpuszira. A mosolyogva alvó gyermek után az anyja is kap egy csókot, más természetűt. Rajek a szemöldökét táncoltatva felakadt szemmel hallgatja a hívót, hümmöget, bólogat. Tűnődve figyelem gesztusait. A másik fél nem lát bennünket, mi mégis vigyorgunk, bólogatunk. Fütyiszt, ültető ujjat, lópéniszt mutatunk telefonálás közben. Segítség, kommandót, riadoztat Ella. Plusz kilók jelentek meg a látóhatáron. Géppisztolyt rántanak Martinnal. Hangos kelepelés közepette a földdel teszik egyenlővé a horizont felől támadó háj armadát. Az ellenség likvidálása után egymást veszik célba képzelt mordájaikkal, és nevettükben fölhemperegnek a fűben. Félfüllel hallom őket. Vulkánó arcjátékát figyelem. Mire befejezi a beszélgetést, tudom, hogy estém nem oly játékosan folytatódik, mint reméltem. Denise kilép a házból, a fejét vakaró zsarut nézi. Az pedig ránk mered. Nem értem, jajdul zavarodottan. A szökevény felénk menekül. Azt mondod, visszafordult? Kérdezem. Tanástalanul bólint. A kollégák beszéltek a nő férjével, tőle tudják, hogy a járművet ellátták műholdas védelemmel. Ennek hála a követés jelentősen leegyszerűsödött. Nos, ha a nő nem köpte el, a gyanúsított nem tud erről. Nemrég lehajtott az autópályáról a túszal, mellékutakon igyekszik a város felé, vagy ő már lepattant valamivel, és az asszony tép felénk. Ez kicsit kusza és logikátlan, dünnyögöm. Elengedte volna a túszát? És ha a nő hazaindult a verdájával, miért jönnek erőlő úton? Egyáltalán hol lakik? Rajek újra bólint, majd vállat von. Zákányos reakciói nem akadok fenn. Hallhattam Levitontól, ez itt a rend és a béke földje. A polgárok éjjel-nappal betartják a törvényeket, a 10 parancsolatot, valamint az életüket könnyítő szerkezetek kezelési utasítását, mint például ne próbálja kézzel vagy külső nemi szervével megállítani a láncfűrészt. Ezt a pásztoridilt bolygatta meg Denise az oszladozó kutyatetemmel, és persze beindult a lavina effektus. Csoda-e, hogy az al főkopó jócskán megrendült. Miként oly sokszor gyakoroltuk, másodperceken belül kocsiban ülünk. Martin, Denise, én és a fegyverek. Ella hangosan utánunk olvas egy pöpec mondatot. Éreztem, hogy lányom vagy fiam születik, és igazam lett. Csókot dobok, gázra lépek, egy mozdulattal kitapintom, helyén van-e a szívem. A lokális erő követ minket villogó zsaru mobiljával. Szerencsére győzi az iramot. A szerelem szőnyeg, amelyet a képzelet szőtt. Mire megközelítjük a korábban állóvíz Citynek becézett várost, Denise, alig hanem, a főzsaruból kiindulva új nevet ad neki, Borulat City. Nem is rossz böknév, figyelembe véve Leviton rendőrfőnök mentális állapotát, hozzászámolva a temetői roham szexmániás fickót, akiről már azt is tudjuk, hogy nemi erőszakban rögzött visszaeső, valamint az aromaterápiás bankrablót, és persze bodybuilder is eszembe jut. Utóbbival még ma beszélnem kell. Megkövülök. Micsoda? Tám bizony nem lábadozóban vagyok? Nem vagyok kiégett kohós alak? Kiábrándult, kedvetlen, hitevesztett? Totál mizantróp. Nem fütyülök a bűnözésre, nem hányok rá fittyet. A snasz smasszernő rakta rám a rontást. Megalázott, belém lőtt, a szemem látára csak nem halálra kínoszta Delgádót, és én tehetetlen voltam. Máig fájlalom, hogy végül nem én küldtem pokorra a Debella Dominát, holott elfogó vadásznak titulált. Ám fő, hogy odajutott, békaporaira. Sőt, kígyó béka. Ha fél az egértől, akkor az is. Tehát mit keresek én itt? Denizára vigyázok. Utóvégre ő a szebbik felem, lélektársam és Uriah szülőanyja. Mindezen felül Ella eszményképe. Sztereotíp nyelvezeten, édes mostoha. Lányom én, besteha. Valahányszor rá gondolok, botrányos zsongást támad a szervezetemben. Ám most nem adom át magam a kísértésnek. Amúgy tud ő vigyázni magára. Valamikor szerelmünk hajnallatán, gyakorta két-ketten vigyázatában, némely esetben nem is alaptalanul. Rengetegszer szakítottunk emiatt. Utóbb persze ettük a kefét hűvös halomba, harabdáltuk a telefonkagylót, majszoltuk a kilincset küszöböt, de nem, és nem tettük meg a kezdő lépést. Malacunkra az élet mindig elrendezte, hogy jó alaposan összebotoljunk. Ma már nem túl büszkén idézem fel,
örök haragjainkat, ám a békülést kísérő érzékies epizódok emlékét a világért el nem folytanám magamban. Sőt, mindegy, mi a magyarázat itt létemre. Itt vagyok, űzöm a Verdát Borulat City felé, mámorító felfedezést teszek, újfent megáltalkodott zsarunak érzem magam, holott mostanig rettegtem, hogy soha többé nem akarok az lenni. Végéhez közelek a lelki tetszhalál, később majd takarosan végig gondolom e fejleményt. Denise és Martin igyekszik kitalálni, mit jelent a hír, miszerint a műholdas figyelőrendszerhez kapcsolt túszjárgány kopómentes kerülő utakon siet Borulat City irányába. Kezdésnek elvetik, hogy a túsz hajtana hazafelé. A nő nem ebben a városban lakik, és alig ha mellék utakon kóborolna, ha mégis itt akadna dolga. Ha csak nem, a kislány Nepper parancsolt rá, hogy tegyen így a Yard megtévesztése véget, különben ördög és inferno. Ezt a variást jégre teszik. Martin felveti, hogy nem véletlenül látták el műholdas védelemmel plusz GPS-szel a kocsit, hiszen a nők felülmúlhatatlanok eltévedésben. E hajlamuk szakasztott olyan erős, mint például anyai vagy epilálási ösztönük. Meg lehet, a biget túsz helyzetből szabadulva összevalhézott a beszélő úti kalauzzal, és csak azért is eltévedt, hogy neki legyen igaza. Viszont a rendszer jóvoltából játszva nyomon követhető, merre bolyong a Verdával. Denise feminista érvekkel söpri el a feltevést. Bekapcsolódom. A túszejtő miért igyekszik Borulat Citybe? Merengek. Hiszen éppenséggel az itteni kopók üldözik. Kicsoda-micsoda írhatja felül a menekülési ösztönét. Az a személy, aki a zsaruknál is vészesebb ránézve, a megbízója, főnöke. Vajon mi a pánik helyzeti utasítás? Sérültársát akarja? Kiszabadítaná vagy kivégezni? Netán inkább Carmint ölné meg a rémtett tanúját. Valószínűbb, hogy mindkettőt. Ryak a zsarumobilban egyszerre rádiózik, telefonál és vallatja a fedélzeti számítógépet. Lemarad mögöttünk. Martin futurisztikus fejszett révén tartja vele a kapcsolatot. Vulcano a kórházba rendelt egy rakás egyenruhást, mostantól nem esett bántódásuk, jelenti. A szakértők mindhárom bűncsávó új lenyomatát levették a jibből, a mintákat összehasonlították a sérült és a hullafickóival, így kizárásos alapon a szökevény macs nyomára is szertettek. Mindhárman szerepelnek a rossz fiúk képtárában, bőséges a saruk. Rablás, garázdaság, illegális fegyverbirtoklás, nem erőszak gyanúja miatt többször bekóterezték őket, de valahogy sosem volt ellenük elegendő bizonyíték a nehéz vashoz. A szökött fazon neve Félix Loyola, a másik kettő testvérpár Arthur Pizano és boldogult Nilo Pizano. Loyola, ismétli Denise, öccse Bólint. A fickó Félix Loyola sajtómogul egykori botlása, ágyékának fattyúhajtása, feltehetően takarítószekrényben, lanovkán vagy operabálon fogant. Az atya a nevére vette a fiút, és nagykorúságig fizette a tartásdíjat, azóta viszont hallani sem akar a potyadékról. A srác mindig az apátlan gyermekkorra hivatkozik a bíróság előtt. Gyanítom, ha másként hívnák, sitten rostokolna. Más újság? Kérdezi nővére. Carmine még mindig nem tud magáról. Vérében drogkoktélt mutatott ki a gyógyteszt, most folyik a toxikológiai vizsgálat. Karján tűszúrás nyomok lilulnak. Anális és vaginális erőszakot is elszenvedett. Sérülései miatt helyreállító műtétet végeztek rajta. A szülők hamarosan a kórházba érnek. A nyomfürkészek dolgoznak? Kérdezem higgadt tónusban. A titkos, belső farkasok, szörnyek üvöltöznek bennem. Megszállták a dzsipet, a faházat, a temetőt és a kápolnát is. Sokféle váladékot és egyebet találtak. A vércsoporttesztek és más nyomok alapján bizonyos, hogy Pizánóék több gyereket is elhurcoltak a családjuktól. Azt hiszem, a kórházban ráülök Pizánó melkosára, mint lidérc. Kezdi Denise. Martin előre nyúl, nemes lazassággal betapasztja nővére száját. Összevont szemöldökét vibráltatva koncentrál fülhallgatójára, majd még előrébb hajol, valósággal betérdel közénk. Ismertek egy Bid Torro nevű fazont? Ki az? Mi van vele? Kérdezem. Az űrke hobbi vadász. Néhány nappal ezelőtt természetjárás közben golyót kapott a vállába. Ő is a városi kórházban nyomja az ágyat, és hajnal óta mellette hever a szétlőtt könnyökű cimbije is. Pedig milyen békés hely ez a Borulat City. Nos, Torro az előbb látott egy riportot a tévében, utána felhívta Rejeket és követelte, hogy a zsarok kapják el
a rohadék állatvédőket, mert tutira azok orvadázták le őket. Ez egy másik talányos történet, szólt Deniza, félrepöszkölve szájáról az öccse ujjait. Ezt is meg akarjuk fejteni? Lelkesen bólogatok. Húzatosan rágja az oldalamat a kíváncsiság, hogy a vadászlövőnek honnan van spéci karabéja, tűnyögöm. Az a fegyver nem lehetne privát forgalomban, csak rendőrségi, katonai kommandók használják. Tehát nem birtokolhatja sem vadőr, sem állatvédő gerilla. Honnan a fészkesből tudod, mivel lőttek rájuk? Hületezik Martin. Hallottam a tegnapi lövést. A korábbi Steve ismerte fel. Lehet, hogy Torró jó nyomon jár, majd utána szagolok. Denise a combomra ejti a kezét, ujjait az izmaimba mélyezti. Pontosan emlékszem a becefrézett vadölők viselkedésére, mondja. Halál idegesek voltak, mint egy rakás muréna. Ezzel azt sugallom, hogy Csillió ellenséget generálhatott a lópokróc modoruk is. Nem okvetlenül kellenek ide állatvédő gerillák, bőven elég egy jól feldűített, szimpla haragos. Számomra az állatvédős verzió a legkézenfekvőbb, közli Martin. Ugyan már? Mi van, ha egymást sebezték meg? Nem hökkennék meg ezen se, hiszen a tegnap éjjel természetjáráskor agresszívak, dzsúzasak voltak. Megjegyzem, nyilván máskor is azok. Ilyen állapotban nem érdekli őket, hogy egész pontosan mi zörgeti a harasztot. Az őrrel valami, odapörkölnek, az sörét. Nem ok nélkül acsarkodtak amiatt, hogy a vadász területükön sétálunk. Eltöprengek ezen a verzión is. Úgy véled, akár egymást is meglőhették? Ami azt illeti, hiába oly vaskos a vadászat szabálykönyve, gyakran megtörténik. A fegyverbarátok felhörpintik a célzóvizet, majd gyilogdüktől, mólétól fűtötten szétszélednek a jobb sorsa érdemes természetben, és vaddisznónak tévedik egymást. Feltűnt, hogy egyikük sem IQ kapitány. Lehetséges, hogy egy régebben megrokkantott társuk torolja rajtuk a nyomorát, de honnan szerzett volna mesterlövész flintát? Denise szemét lemújva így szól. Vigyázat, vizionálok. A vadászházban van egy félrelövések vagy oppácska nevű fal. Szabadidő vadölőink ide kalapálják fel a tévedésből leterített cimborák koponyáit. Szép nagy fal, hamarosan megtelik trófeával. Már csak az a kérdés, mi lesz az utolsó vadlövővel. Martin hátraveti magát az ülésen. Láttam egy überjó fotót. A betintált Nimród egy fatövében hortyog, fejével mordáján, és közben a nyitott uzsidobozából almát, szentzsót burkol a szarvasbika. Amúgy zsaru vagy nővérkém, ergo senkivel se lehetsz elfogult. Na pontosan ezért nem vittem még át a cókmókomat az állatvédelmisekhez. Ha elkapunk egy embergyilkost és a bíróságra juttatjuk, nagy valószínűséggel lecsüccsentik az illetőt. Állatölős esetekben ez egyáltalán nem biztos. Sok bíró érzéketlenségből vagy tudatlanságból elfogult az állatkínzók iránt. Rengeteg konfliktusom adódna velük. Ti beszéltek elfogulatlanságról, nyögöm, és a justícia kommandó? Denise az öccséhez fordul. Sajnálom, tesó, ki kell nyírnunk Bellokot. Tud a kényes titkunkról. Martin nem veszi a lapot, jelképes talárt öltve reagál. Mint mindnyájan tudjuk, maga a justícia a lovagi kódex szerinti párbajban számolt le az ellenséges ölőcsávókkal, habár a privát igazságszolgáltatást a törvény kevéssé méltányolja. A justícia kommandó pedig nem végzett ki senkit, hanem csak segített egy rakás gonosztevő leleplezésébe. Oké, nem mindig úgynevezett törvényes eszközökkel művelte ezt, de tagjait nem is köti a hippokratészi eskü, illetve ennek Jardi megfelelője. A törvényalkotók viszont alig ha véletlenül hoznak gengszterpárti törvényeket. Elég közelről látjuk, hogy a korrupció keresztül kasul behálózta a világot. A szervezett bűnözés réges-régen beszervezte magát a törvényhozásba, az igazságszolgáltatásba, és persze a bűnüldözésbe is. Maffiátusban élünk, vagy gengszterátusban, esetleg kuplerátusban, már ha ez élet. Ej, de rabiátus vagy, szól a nővér. Nyugi, nem kell védőbeszéd, tehát hogyan némítsuk el Bellokot? Tőlem kérdezed, ismered a módját, az eszközeid is megvannak. Szegény Daniel, hallgat is, mint a szarkofág, légy hozzá irgalmas. Kegyelmet kapok, ennek örömére visszatérek a fősodorba. Lobotómiásként se látnám sportnak, amit a hobbi vadölők művelnek. Mióta a vadászat, mint elannyi más passzió eltömegesedett és iparággá züllött, kiveszett belőle minden tolerálható.
akár állatvédő gerilla vadászgat a lövegetős fickókra, akár más valaki, engem legfőképpen az izgat, honnan szerzett spéci karabélyt. Az indíték és más egyéb csak ezután kezd érdekelni. Csak ugyan bábok lennénk, és kit szórakoztatunk? Paul Guimard. Megérkezünk a kórházhoz. A nyugalmat árasztó elegáns épület nagyjából 200 éves, és legalább olyan jól tartja magát, mint Denise borsszemnyi nagyanyja, csak épp nem visel motoros bőrszerkót, és ritkábban görkorizik. Eldobjuk a járgányt a parkolóban, észleljük a visszafogott rendőri jelenlétet. Ettől függetlenül körbenézek, gyanús körülményekre kíváncsian. Nincs kapás. A bejárat felé indulunk. Néhány lépés után megtorpanva figyelemmel kísérjük, amint a beszáguldó rajek bravúros technikával besiklatja a zsarumobilt két civil kordé közé, és lekapcsolja a tarka csillárokat. Vele együtt sietünk az épületbe. A lombardi szülők nem sokára befutnak, tudatja. Ide hívattam a kórház pszichológusát, hogy beszélgessen velük, mert telefonon 5 percenként kérdezik tőlem, elítélték-e már a felelősöket, pedig még nem is tudják pontosan, mi történt a kislányukkal. Nem is szeretném, ha tőlem kéne meghallaniuk. A dokik majd kíméletesen beadagolják nekik. Nos, Pizano pár perce magához tért. Cigit kért az őrtől, nem kapott. Ezután vizet kunyarált tőle. Itatás közben elcsorta a fegyverét, majd azt lóbálva üvöltözött, hogy azonnal söpörjenek vele egy szupertitkos kórházba, különben fejlövés végez vele. A ricsajra bement a nővér, kikapta a stukkert az ipse kezéből, cserébe nyugtató injekciót lőtt belé. Carmen, kérdezem. Ide rendeltem az orvos szakértőt, hogy a kislány kriminológus szemmel is meg legyen vizsgálva. Amíg nincs magánál, nem tudhatjuk, mitől erednek a szúrások a karján. A hasán és a mellén is találtak néhányat. Fog még beszélni? Firtatja Denise. A gyerek doki szerint sok vért vesztett, és túllőtték párszor, nem végzetes, de kritikus adagokkal, esetleg nem is szándékosan. Eszméletlenre kábítva, nyilván nem kiabált segítségért, nem kellett etetni, itatni, gondját viselni, és a molesztálást is eltűrte. Nem liftezünk, gyalog szaladunk fel a srác osztályra. A nővérpult mögött apró termetű, széles melkasú, fiatal orvos lép elő, és felénk üvölti. Maguk a megerőszakolt kölyök szülei? Sajnálom, nem mehetnek be hozzá, még kómázik. A váróban gondolkodjanak el, hogy felajánlják ki a szerveit a rászorulóknak. Rajekhez fordulok. Ez a kíméletes orvos. Csak vicceltem, nevetgél a csigáshajú gyógyító, fülében karikával, kezében mappával, amelyet folyamatosan a combjához és rekeszizmához ütöget. Egyáltalán nem biztos, hogy bármelyik szervét is újra hasznosíthatnánk. Ön sok terápiával gyógyít? Kérdezi Denise. Maga Carmen édesanyja? Ha az lennék, ön már megölt volna a tapintatával. Épp most reanimálna a hátsó fali infarktusból. Képes kultúrnívóra emelkedni, vagy inkább lepihen? Valami rosszat mondtam, álmélkodik a doktor. Netán Piaf Raust vár el tőlem? Nekem az nem kenyerem. Nem ezért ültem évtizedig az orvosi könyvek fölött. Ha a tudása is akkora, mint az arca, a modorán még akkor is bőven akad reszelni való, mondom. Röpke szünet után hozzáteszem. Ön talpig úri ember. Na, ez a Piaf Raust. Elnézést, milyen italról beszéltek? Firtatja Vulcano. Ez nem itóka. Ő a kegyes hazugságról eszézik, mi csak a beleérző képességét igyekszünk aktiválni, hogy képes legyen megítélni, mit élnek át a gyerekükért frászoló szülők és más emberek. Rajek a fölényes vigyorú fickóra néz. Igazuk van, közli bele. Egyébként ők a kollégáim, szintén zsaruk. Fánk zaválók, igen, kiszúrtam, bólogat a gyógyász a sarkain billegve. Nos, a kis kölyköt előről hátulról megkefélték, összeharabdálták, tűket szurkáltak bele, kómásra drogozták. Szarul van, a kilátásai még szarabbak. Elfolyósodhat az agya, mája, veséje és kaput. Jelenleg például nincsenek vese funkciói. Ha mégis túléli, a megdugások miatt egész életében komplexusos marad. Saját élményből tudja a komplexus, doktor? Vérfertőző családban nőtt fel? Kérdezi folytott hangon Denise. Szemében késpengék villannak. Kikérem magamnak ezt a fakabát stílust, háborog a fickó. Mellesleg ne képzelje, hogy még ajnározni fogom a kölykök szüleit. Totálisan az agyamra mennek, folyton akadékoskodnak. Egyébként is röhelyes a fizetésem.
Ennyi pénzért én ugyan nem leszek se beleérző, se pedig segnyaló. Leüsselek, vagy elkotródsz magadtól? Informálódik Martin. Nem először figyelek fel szuggesztív, zúzós hangszínére. Férfi lett a srácból. Hippokratész szégyenen sarkon fordul, és a kezében tartott dossziét lóbálva elsasszézik, olyképpen mozog, mintha csatát nyert volna. Deniza maga elé suttog. Borulat, City. Ó, a balfarok, dünnyögi Rajek, majd nyájasan megszólítja a pultnál üldögélő nővért. Kedves kisasszony, kerítene nekünk egy másik orvost? Miért, uram? Deniza adja le a rendelést. Legyen neki szaktudása, empátiája, minimális modora. Ez esetben se baj, ha nem szép az arca. Nem az a fő lényeg, hogyan beszélünk, hanem az, hogy mit mondunk vele. A gépekkel zsúfolt kicsiny kórterem ajtajánál golyóálló mellénybe bújt őrszemek silbakolnak. Szemlátomást éberen várják a beharangozott fegyverest, zubog bennük az adrenalin. Carmen arcát jócskán lefedi a lélegeztető készülék maszkja, vénájába infúzió csöpög, a takaró alól kibúvó cső gyűjtőtasakba vezeti zavaros vizeletét. Megnézem a testét borító fognyomokat, visszaszorítom magamban a fenevadakat. Szemügyre veszem a karját, a könyökvéna, körötti, sárgás lila, fekete foltokat, tűszúrások durva nyomait. A melkason és hasfalon varasodó szúrások mérete további homlokráncolásra késztet. Láttam hasonló hegesedéseket, strandon és boncoláskor is. Azokat, a likacsokat zsírleszíváskor használt méretes kanülök okozták. Valószínűtlennek tartom, hogy a gyerekrablók ilyen beavatkozást végeztek volna Carmenon, bármi kényes ízlésű volt is a megrendelőjük. Akkor hát miért használtak ekkora kaliberű tűt? Mikor jön az orvos szakértő? Kérdezem. Mutató ujjammal végig simítok a melkasi szúráshegeken. Hangosan töprengek. Egyebek közt a túllötteket próbálják visszahozni a szívbe fecskendezett gyógyszerekkel, például atropinnal. Úgy rémlik, túladagolták a drogkoktélt, nem is egyszer, vagy pedig elsőre nem sikerült jó helyre döfni a tűt. Vajon a többi szúrásra miért volt szükségük? Töpreng Deniza. Ha jól tudom, általában véralvadásgátlót védőoltást adnak hasfalba. A gyerekrablók egyike járta orvosira valameddig, mormolom rutinosan. Tanult-e műtősnek vagy betegápolónak? Martin aktiválja a csúcsmenő felszettjét, és összekapcsolódik Rubival. A számítógép tudós Rubi, vagy ahogy ő szereti szólítatni magát, Matrix, nemrég toppant az életünkbe, Deniza lökött fennyeként. Netről lenyúlt szerzett információkkal segítette az aktuális nyomozást. Jó pár szabályt, törvényt átrepülve megmentette két elrabolt csecsemőt egy pszichopata némbertől. Az egyik kisded történetesen a mi fiunk volt. Rádöbbentünk, hogy az aranykincs hivatalosan is dolgozhatna a jarnak. Rubi legalizálta infofürkész életmódját, immár hivatalból hekkel. Egy felcini diplomája sincs, viszont ördög ilyen érti, miként csépelje a kit. Minden merítése diplomamunka. Éjjét nappal át mesterséges intelligenciák között tölti, kajafutártól kap enni-inni, csatszobákban szexel. A szívügyünkben nyújtott segítsége okán holtáig kénytelen lesz elviselni a sarkában loholó hálaérzetünket. Martinnal gyakorlatilag összekötötték az életüket, szinte folyamatos forró drót kontaktusban állnak. Ettől függetlenül szívesen cserélne velem, ám ez az igény nem kölcsönös, és ezt átsevegtük egyszer-kétszer. Hamarosan megkapjuk a jelentést Martin sógor tolmácsolásában. A Pizano testvérek 15 évesen félbehagyták az iskolát, addig is pusztán a jelenlétükkel öregbítették a tanoda rossz hírnevét. Loyola viszont egészségügyi fősuliba járt, főként azért, hogy az apját fejhesse, mert addig kapott zsét, amíg tanult. Botrányos viselkedése miatt kicsapták, ezután bonc segédként melózott egy kórházban. Ott vígan elleshette az újraélesztési technikákat. Na persze nem a bonzteremben. Meg lehet, a kármint ért szúrások jelenléte csupán annyi, hogy ez a csótány imád tűt döfködni élő húsba. Az iskolai kirúgás indoklása szerint szadista módon bánt a társaival. Úgy gondolhatta, hogy ha a körözus apja nem osztja meg vele a tutit, akkor bosszúból szégyent hoz a fejére. Vélekszik Deniza. Megjegyzem, az atyai fejem nélküle is bőven akad olvadt baj. Rubi nézen utána az ifjú Félix-szel kapcsolatos esetleges újságcikkeknek a neten.
Idősebb Loyola aligha tűrte volna, hogy az ő nevét blamáló cikkek jelenjenek meg az Abby gyerekéről, tűnődöm fennhangon, hiszen a lapok javarészét birtokolja, a többiben meg bizonyára tettestárs, vagy egyszerűen a hatalmával érvel a rivális kiadóknál. Mi van a túszkocsival? Rajek néhány modellel lemaradt Martin légihítszettje mögött. Ő egy otromba nagyot halló készülékre hajazó kütyű révén csüng az ágas-bogas információhálózaton, olyasféle benyomást keltve, mintha egy félsüket fickó élénk taglejtés közepette magában beszélne. Csak enyhében látszik őrültnek. Ennyi még Borulat Cityben sem tekintély romboló. Beszéltünk a férjel, a Tuszéval, közli. Az Ipsos szerint a szatellit technika segítségével blokkolhatnánk az elrabolt járművet. Ez azt jelenti, hogy adott helyre az asszony kocsia levénul, az ajtók a bent ülőkre záródnak. Néhány méteres pontossággal behatárolhatjuk a gépjármű helyét, sőt, akár műholdas felvételt is kaphatunk róla, mielőtt támadnánk. Elrendeljem a blokkolást? Legyintek. Mi az ne lenne, még a túsz a kocsiban van, csak még alaposabban összezárnátok őt Loyolával. Figyeljék, merre tart a boncsegéd. Szóljanak, ha ideért, vagy változik az útiránya. Vegyenek lenyomatot a halott és az élő pizánó fogazatáról. Érdekelne, melyikük harabdálta össze Kármint. Ezen kívül szükség van a túsz és Loyola telefonjainak adataira. Mikor, honnan, kit hívtak? A pizánók mobiljait is kerítsék elő, hogy felroládozhassuk kapcsolataikat. Loyola többször is beszélhetett a megbízójával az elmúlt órákban. Nyilván kártyás vagy eldobható készüléket használnak. Martin közbeszól. Miért olyan nyilvánvaló? Mint megfigyeltük, nem az eszükből élnek. Ráadásul Loyoláék hosszan dekkoltak Isten háta mögötti helyeken, ahol nem ugorhattak ki a sarki boltba új telóért vagy kártyáért. Na persze, utóbbiból lehetett tartalékuk. Ja, és csak a fogadóban tölthették fel a mobilokat sutyiban. A Wilkes házban és a temetőben nincs áram. A fő számozgató aligha hülye. Nyilván gondoskodott arról, hogy a bérencei ne vezethessék nyomára a zsarukat. A zsaruk mi volnánk, jegyzem meg. Újfent meglep a határozottság, amellyel kopónak tekintem magam. Jussunk előrébb a ketyerék révén. Napvilágnál majd megkeressük a kalkulátort. Zárójelben mondom, a könyöklövés helyszínét is látnom kell. Ejha bellog, végre megint hétpróbás nyomjáró vagy, sziszennőm, és úgy néz rám, mint egy tányér málnára. Denis Avraj. Beszélj gyengéden, és hordj nagy botot. Theodore Roosevelt. Úgy tetszik, Bellock végre ismét az a férfi, akiről a családom legtöbb, főleg nőnemű tagja, így szokott ömlengeni. Ő az Isten lába, a teremtés csodája, sőt, a teremtés csúcsmodellje, és én megtisztelten tapsikolva hemperegjek a talajon, amiért ez a szuperlatívus, ez a clue értem rajong. Szerintem legalábbis hüm-hüm a sok malaszt, ám az tény, hogy számomra Daniel az etalonpasas, a férfiság non plus ultrája. Na persze nyilvánosan ez csak kínpadon ismerném el, ám duóban kirebben a számon olykor, főleg tudatbomlással járó tűzjátékos szituációkban. Ez szituációk szintere nem feltétlenül a hálószobánk, számtalan más csábító helyen is hódoltunk a szextázisnak. Nagyon egymás közt súgott cinkosan piszkos titkainknak, bűnös élveinknek nevezzük erotikus kalantúráinkat. Az együttélés felülüthetetlen előnye, hogy az ember idővel az érzelmi, érzéki életén kívül egyéb dolgokra is képes koncentrálni. Így hát szemügyre veszem a felfegyverzett egyenruhások karéjában kómázó Arthur Pizanót. Meg se hökkenek, milyen pontosan írta le a gyerekrablót a szókincstár Ella, holott csupán néhány másodpercig látta a libatrogy színű dzsibben ágaskodó fickót, mielőtt a váratlan golyózáportól riadt lovak szanaszét hurcoltak minket a natúrában. Stimmel a nyakasságra való kocka áll, az előreugró kápás ornyereg kiadós törés emlékét idézi. Az is meglehet, hogy a familiában generációk óta öröklődik ez a torzulásos jellegzetesség, miután valamelyik kocsmabarát szépapán orrkorrekciót végeztek egy lószával. A fejtetőre lófarkazott, napszitta szőke rasztafonatok tisztántartása nemigen tartozik a tulajdonos szívügyei közé. Az életben tartó gépek gondoskodására bízott organizmusból pállott gumicsizmaszag árad. A fickó nem piperkőc, és úgy tűnik,
ez az egyetlen pozitív elem a képletében. Szemhéját felcsippentve megtekintem Iriszét, a fakókék szivárványhártya középterében sötétlő pupillát, tűhegynyire szűkíti a lámpafény. Nem csillapítja bosszú éhemet, hogy a kislány rabló sebei súlyosak, állapota halál közeli, és csaknem ugyanannyi egészségügyi csövet birtokol, mint Carmen. A gyermek testéről, testnyílásaiból, körmei alól és a gaztettek helyszínein vett minták alapján hol biztosan elítélik a fickót, ám ő mégis hamarabb kitrappolhat a tömlöcből, mint ahogy áldozata kiheverné a traumát. Na persze, ha sikerül rábizonyítani egyéb szutykait, 4-500 év kóter is összegyűlhet neki. És vajon bejön-e a körút sajtó favorit kliséje, miszerint reszkessenek a bevart pedofilok, mivel rabtársaik utálják őket, és ezt durván kinyilvánítják. A Jergliben nem csupán az elkövetett bűn súlya, neme határozza meg a rangsort. Sokat nyom a méretjűben az agresszivitás, márpedig ezek az ördögök brutális természetűek. Minapi sunnyogásuk során a mit sem sejtő sétalovasok felbukkanása is alapos okot adott nekik a lövöldözésre. Később a temetőben is fejtörés nélkül fegyverre kaptak a cívódó pár láttán. Bizonyára ez a címer feliratuk. Nem gondolkodunk, nincs mivel. Lövünk, van mivel. Benyitunk a hobbi vadölőkhöz. A komfortos kétágyas szobában fekvő középkorú pasasok a bömbölő tévét túlkiabálva csevegnek egymással. Az idegbántó ricsajban fel se fogják érkezésünket, noha eklatáns személyiségek lévén betöltjük a teret. Rajek még nem otthonos a főnök szerepkörben, nem veszi át az irányítást, a torkát köszörüli. Martin vigyorogva szemléli az ordítozó fickókat. Bellog felkapja a keze ügyére eső távkapcsolót, elnémítja a készüléket, és szép jó estét kíván. Az üvöltő páciens befejezi a megkezdett mondatot. Adjuk meg nekik, hogy tüntessék el az árulkodó, hogy hívjákokat, és csináljunk vásárstábot. Jelenlétünkre felfigyelve a nyelvébe harap a párnára kövül. Szép jó estét, szól újfent Daniel. Megjöttek a zsaruk. Zsaruk? Minek? Nyögje sebesült. Hogy minek? Mordul a társa. Tám, nem mi követeltük, hogy jöjjenek? Az orrlövész miatt. Ők majd megnevezik azt a Greenpeace-es patkányt. Aztán akkora kártérítési pert akasztok a nyakába, hogy az ükonokája is eladósodik. E szerinten ügyvéd? A vásárolt férfi Bellokra mered. Persze, hogy ügyvéd vagyok. Miért? Minek nézett? Kukázónak? Ronyszedőnek? A bőszült patvarista, Beat Torró, félszáz év körüli összes halántékú, veséző tekintetű termetes polgár. Nyuszi emblémás sejem pizsomában hever az ágyon. Lábkörmein kissé megkopott, leveli béka zöld lakkozás csinoslik. Könnyékellő társa, a szintén 50-es Valero Kahar, szalmaszínhajú, szomorú képű, csúnyácska kisfiúként indította földi létét, és utóbb alig változott. Rajektól tudjuk, hogy fél tucatnyi húsboltot működtett Borulat Cityben. Dereng neki, hogy találkozott velünk az éjszakai támadás után, ám akkori kínjai miatt híjas a memóriája. Egyszerre kezdik mondani, hogy az előbb láttak egy tévériportot a Bambi kommandóval, és biztosan azok a szemét állatvédők nyomorították meg őket. Bambi kommandó, sóhajtom, a memóriámban kapirgálva. Vadászat ellenes huligánok csűrhéje, büdös Greenpeace-esek, üvölti magából kikelten a jogász. Jellemző, hogy nem hallottak róluk, elvégre azok bűnözők, maguk meg zsaruk. Miért hallottak volna róluk? Hiszen csak védtelen vadászokra lövöldöznek a sötét éjszakában, lesből. Tüntetés aktivista öcsém megszólal. Én speciál hallottam róluk, és pedig azt, hogy nem szokásuk orvul lövöldözni. Mellesleg sehogyan sem, mert éppenséggel pontosan lövöldözés ellenesek. Törvényes eszközökkel küzdenek a keftelési vadászok túltengése ellen, például film és fotókészítéssel. Legdurvább csínyük az volt, hogy vadleseket kentek be bűzös kenőccsel. Messzóval szarral, bömbölik Kahár. Üljön fel maga egy csurik szaros lesre. Az aromaterápia roppant cool manapság, jegyzem meg. Visszapakolással kombinálva még tutibb. Remélem a bambisok megkérték a kúra árát. A prókátor ráförmed. Aranyos, amit maga iszappakolásnak nevez, az közönséges szar. Tudja maga, milyen érzés szarban csúszkálni? Bólintok. Úgy rémlik, ez az ügy is ilyen lesz. Beszéljünk a konkrét esetről, javallom. Önöket meglőtték. Mindketten jobb kezesek? Kahár biccent a saját nevében.
Turró felén bökkenti, vastagon bepóját vállát. Amint látja, én balkezes vagyok, vagyis csak voltam. Köszönöm, épp arról akartam megbizonyosodni, hogy jól sejtem, az úgynevezett ügyes karjukat lőtték meg. Tehát a tettes egyértelműen azt akarta elérni, hogy önök soha többé ne vegyenek flintát a kezükbe. Mi a közös kettőjükben? Egyikük jogász, másikuk husodás. Vadászaton kívül is összejárnak? Szertettek közös ellenségre? Megsebeztek valakit cserkelés közben? Nem, még csak egymást se, mordul a patvarista, ám szempillantásai cáfolják kielentését. Tehát, firtatom. Torró bepöccen, holott eddig is jócskán pöccent volt. Rájökre mered. Vidd innen ezeket, azt se tudom, kicsodák. Majd Josh kideríti, amit kell, végtére is ő itt a rendőrfőnök. Jelenleg én helyettesítem őt, feleli Vulcano. Akkor majd te deríted ki. Levitonnal beszéltek már? Veti közbe Daniel. Hogy ne beszéltünk volna, ősregi cimborák vagyunk. Ez egy patinás város, sőt, akár városállamot is mondhatnék. Itt zárt közösség él, a patriciusok krémje összetart. Pontosan, hogy is történt? Firtatom. A kórházhivatalból jelentette a zsaruknak a lőtt sérülést. Nem jelentette, mert magam szóltam Joshnak, hogy meglőttek. És megindult a nyomozás, mondom, Rajekre nézve. Ő rám csodálkozik, átfésüli az agyát és beismeri. Nem tudok róla, nem indult meg. Miért nem? Ki a francok ezek? Hörög Torró. Mit feszítgetnek itt minket? Minek hoztad ide a külső sértmenteket? Eddig is elsimítottunk mindent a város falak között. Ezután is elsimítjuk. Figyú, Vulcano, nem sokára jön a választás. Lehet, hogy te most beugrottál Josh helyett, de ne feledd, a rendőrfőnököt nem kinevezik, hanem megválasztják. Az alkalmazottakat viszont a főnök veszi fel, vagy rúgja ki. Érts a szóból, cimbora! Bellock zsebre vágja a kezét. Halkan szólal meg, nyomatékos hangján. Mi ez a rúd beszéd, uram? Vulcano hivatalos személy. Úgy hallom, épp fenyegeti őt ebben a mi voltában. Miért tartja ezt célszerűnek? Mitől félnek? Az ügyvéd villogó szemmel hátradől felpolcolt párnáján. Karba fonná két karját, ám a heves mozdulat kiváltja gyötrelmét. Grimaszolva Danielre förmed. Ha mi fenyegetünk, akkor maguk mit bűvelnek? Alig vannak itt pár perce, de már is kifejezték, mennyire vadász ellenesek, vagyis elfogultak velünk szemben. Milyen furcsa, utálják a vadászokat, pedig maguk se különbek, sőt, szégyenkezhetnek, maguk ugyanis embervadászok. Kár összerándul. Kussoljál, rivaltására. Bellock észleli a kritikus mozzanatot, a húsodásra szegezi tekintetét. Régi szinkronúszók vagyunk, én a jogásztest beszédét fürkészem. Szóval mi embervadászok volnánk? Kérdezi Daniel. Úgy értsem, fizetség ellenében más emberekre vadászunk? Esetleg élvezetből űzzük az embervadászatot? Minden ismétléssel mélyebbre hatol a fickóban. Dr. Bid Torró olyan színűvé válik, mint a lábkörme, és úgy is nyeldekel, mint egy leveli béka. Lapos pillantással mered maga elé, kínosan kerülve a szemkontaktust. Kahár is lefelé bámul, szaporán pislog, nehezen fogja vissza tekergőzési szándékát. Felsőteste szeretne a falhoz, vagy bármihez dörgölődni, hogy levakarjon magáról valami zavarót. Rájekhez fordulok. Történt vadászbaleset a közelmúltban? Mostanában nem, feleli bizonytalanul, septében végig motozza agytekervényeit. Végül így szól. Komolyabb, biztosan nem történt. Emlékeznék, mert az ilyesmi nagy port szokott kavarni. Szokott? Nézd rá, Bellock. Megesett párszor, a vadász is ember. Kár felsőteste megint kígyózni készül. Szemvillanást váltunk Daniellel. Biztosra veszük, hogy mindjárt előkaparunk egy-két csontvázat a szekrényből. E pillanatban Vulcano telefonja kapást jelez. Jókedvű ember nem törődik vele, mi lesz művével a halála után. Montaigne. A lépcsőket tízessével véve robogunk a kocsihoz. A hírnök közölte, hogy Loyola hosszan elidőzött egy felüljáró alatt, majd tőle idegen, szabálykövető stílusban a kórház felé pöfögött. Ám mielőtt a parkolóba kanyarodott volna, hirtelen a gázra tiport és tovaszágódott. A megfigyelő impressziója szerint az ötödik égtájat vette célba. Jelenleg az épülettől mögötti városrész irányába füstöl, ahol éppen kirakodóvásárral, borünneppel, vúsliba kombinált utcai mulatság zajlik. A meglévő problémát, a túsz továbbra is túsz,
Tetézi, hogy Loyola váratlan tettét egy sötét üvegű batár megpillantása okozta, mely néhány perce már a kórház közelében vesztegelt, mindaddig ártalmatlannak tűnve, míg a túlszejtő kocsija fel nem bukkant. Ám akkor az ablakok legördültek, láthatóvá téve a mögöttük ülő napszemüveges, western kalapos fickókat. Igazából nem is e banális ruházati elemek keltettek feltűnést, hanem a sajátos kiegészítőik, a lencegősen villogtatott stukkerek. Rosszakarói láttán Loyola irányt váltva elsöpört. Az ölőbrigáda nyomába eredt. Őket a megfigyelők követték. Mi pedig lélekszakadva tépünk a nyomukban, akár a mesében. Úgy rémlik, a Grimm fivérek írtak hasonlókat, a gyermekálom mézesítése véget. Az egymást hajszoló verdák nem jutnak messzire. Az éllovas Loyola elakad a sátras bódés sokasságos nyüzsgés peremén. Kiugrik a kocsiból, és ideglelt tuszát hátrahagyva a tömegbe rohan. A négy briganti a gengszer batárt eldobva lohol utána. Fura bolygóról pottyantak ide, ott bizonyára bevett viselkedésnek számít, a stukit lengetve taszigálják az utcai népet. Az inzultáltak, sikongatnak, háborognak, hasra vágódnak vagy félreiszkolnak véralkatuk szerint. A megfigyelők járgánya is megfeneklik. Az előkecmergő zsaruk elcsépik a menekülni igyekvő elmesokkos túszt. Ketten vigyáznak rá, vagy inkább szelídítik, a másik kettő csatlakozik a futóversenyhez. A kocsit elhajítva söprünk a latrok nyomában. A körhintás vándorcirkuszos fertájon dübörgő, tüc-tüc zene rengeti a talajt, vibráltatja a levegőt, csépeli a gyomrobat. Nem csodálkoznék, ha jégverést, földlökést okozna. Rajek korábbi álmatagságából felépülve rohan, közben taktikai utasításokat üvölt a markában szorongatott rádióba. Reméletőleg megkéri az üldözésbe szólított embereit, hogy ne válogatás nélkül lőjék ki a futkosókat. Martin előzésbe kezd, Bellock sem akar lemaradni. Malcolmra farmert, sportcipőt öltöttem a kórházi vizithez, így lábtörés nélkül lépést tartatok velük. Utasítások száldosnak közöttünk. Élve kapjuk el, hogy elvezessen a főpedofilhoz. Tisztítsuk meg a killerektől. Vigyázzatok rá! Vigyázzon rá a dajkacápa! Loyola átugrándozik az ezerféle holmival megrakott asztalok fölött. Az ingatag bódék körül tekergőzik, cselezget. Rohantában felkap egy földbe szúrt fákját, pördületből belevágja a mögötte trappoló killer képébe. Az felhagy a kergetéssel, és igyekszik letépni az arcába heggesztett napszemüveget. Késői órán amúgy is holdlencset dukál. Loyola és üldözői felfigyelnek nyomulásunkra. Helytelenítő lövések dörrennek. Kialszik néhány lámpa, kiukad egy butiktető. Az egyik erősítő elnémul. A mundéros zsaruk kiabálva követelik, hogy a rossz fiúk tegyék le a fegyvert, ám ezt a többi hangszóról túlordítja. Mondandójuk egyébként sem érdekel senkit. A publikum igehörpölés helyett inkább sikítozik. A portékájukért aggódó árusok hisztérikusan reagálnak a csoportos hajszára. Egyéb fegyverzetük nem lévén a féltett holmiukkal harcolnak. Pártatlanul csépelnek latrot, kíbert, végtelen arrajárót egyaránt. A büfések, vattacukrosok is ontják ránk a muníciót. Loyola fürgén cikázgat a húzatos bódék között, kerülve a serpenyővel, agyagedénnyel, kandallóvassal megrakottakat. Így hát főleg válfával, játékpuskával, díszpárnával, forró kolbásszal püfölik a hátát. Egy ravasz boltos pokrócot borít a fejére, ám ő nem válik mozgásképtelenné a gubótól, hanem uszályként konszolja magával, míg nem a sarkában lihegő, megfákjázott ölőrobot a lazsnakra taposva elhasal. A pokróctól külön választott túlszejtő tovább menekül, főként a pultok fölött átszökkengetve. Az sem lassítja, ha valaki az útjában témfereg, ácsorog. Feldönti, legázolja a humán kuglikat. Minket annál inkább fékeznek a hozzánk vagdosott ruhafélék, játékok, cipők, valamint az előttünk loholóknak szánt, módosult röppájájú vásárfiák. E sajátos szőnyegbombázásban loholunk Loyola nyomában. A feldöntött és a rajtuk elterült emberek göröngyös akadálypályát képeznek a lábunk alatt. Érthető módon beidegesedem. A stukkert két kézre kapva szétpukasztok egy villanyoszlopra drótozott hangszórót. Lassan körbefordulva megkeresem a következőt, azt is kinyírom. Az egysíkú idegölés alább hagy némileg. Üst árus fickó tart felém robogvást, egyik kezében óriási vaskondérral, a másikban széllapát méretű fakanállal, kétségkívül ellenségesen. Leengedem a stukit, oldalt sasszézva
elsütök egy könyökütést. A lapát a támadó lábai közé gamajodik, az öngáncsoló szeizmikusan lezuhan, a lakodalmi üst ráborul, és ő elpillad alatta. Neked is jó volt, drágám, sóhajtom gyengéden, tovább bakugrálok az ember kugli halmokon. Bellok elmarja a sereghajtó droidot, letépi a lábáról, és csapásgyors kommandós fogással mozdulatlanná dermeszti. Rekvirálja a bénult ördög fegyverét, és a testet az egyenruhásoknak hátrahagyva folytatja az akadályfutást. Martin a ráhaigált XXL-es alsó nemű kollekciót, harisnyát, csestartót, nagyi bugyogót lobogtatva utólér egy brávót, és annak bokái közé akasztja az imént hozzávágott esernyőt. A megingatott lincs fiú hátrapördül, megragadja a retyerútyám nyaka körül lengedező dudafogót, és teljes erőből igyekszik megfojtani vele mind egyetlen öcsémet. Fivérem még hörög, amikor bőszen odarobbanok. Az ő válláról lekapott tundrabugyogót a merénylő fejére húzom, és tekerek néhányat a gumizáson. Az így módon vakká tett, félfulladt és megalázott behemót elengedi áldozatát, és pörögbe csapkod maga köré. Hanyagul elhajolgatok cséphadarok karjai elől. Martin megkocogtatja a vállamat, és jelzi, szívesen foglalkozna a bugyi fejűvel. Legyen. Kelmenyűgeitől megszabadulva, villagó szemmel mustrálják egymást. Mindeközben kovácsolt vas tűzpiszkálót, hamuzólapátot, rostékefét ragadnak az egyik standról. Öcsém elegáns engárd kiáltással fogadja a rázúduló támadót. A párbajvasak összeszikráznak. Az élboly távolodik, a tücsök zene még mindig öldösi az érző idegeimet. Ismét rám tör a heveny neurózis. E rohamnak újabb hangerősítő esik áldozatul. A teli találat következtében majdnem csend lesz, ami a zenei idegtépést illeti. Az össznépi őrjöngés fokozódik, immár azok is ricsajoznak, akiknek felesük sincs a vigalomban zajló eseményekről. Ryak rendőrfőnök helyettes sem ússza meg a portéka féltő árusok bosszúját. Méz és lekvárfoltok, vattacukó csimbókok, sárga és piros színárnyalatú tevenyállak pompálanak takaros Libériáján. Mindebből sejtető, hogy felismerték hivatalos személy mi voltát, és csak csinyán támadoznak rá. Vulcano nem bánik cukormázas kézzel az általa hajszolt gengszterrel, mielőtt utoléri a gólemet, a levegőbe pattanva annak hátába talpal. A másfél mázsa protein nem borul fel, hanem lövéssebesen megfordul. Elkapja a levegőben levitáló Rajek bokáját. Mielőtt föltös csapná a leendő férjet és apát, ott termek egy orozott serpenyővel, és megkongatom a monstrum fejét, tarkóját. Az elpottyantott Vulcano kicsit esik, ám a gólem hegyomlást produkál. Bellok megközelíti Loyola utolsó üldözőjét. A killer e pillanatban dönti el, hogy véget vet a fogócskának, lelövi a célszemélyt. Nyilván az a parancs, hogy ezt csak végső esetben tegye meg. Márpedig ő módjával se kap levegőt, földig lóg a nyelve, faltól falig kidöglött. Ez tehát a végső eset. Vasra kapva célba veszi a cirkuszsátor nyitott ajtaja felé nyargaló pedofilt, és vele együtt a lővonalban lévőket. A lővonalat váratlanul lőférkörré bővítve megpördül, és az őt üldöző Danielre mered. A csőtorkolat szikrát köp, a golyó forró húsba csapódik. Aki elpusztít egy életet, egy egész világot pusztít el. A szívroham árnyék madara lecsap rám, majd bosszus rikoltást hallatva nehézkes száncsapkodással odébb áll. Bellok rúgásgyorsan lefegyverzi a brávót, és kommandós igézetet bocsát rá. Az ölőrobot mag tekintettel lebutultan imbolyog. A ripityom már lőtt gírosza miatt feldühödött pecsenyesítő nekifutásból a képébe vág egy termetes flakont. A kifakadó olaj végig árad a privéken, megsékosítva körülötte a talajt. A kábán csúszkáló fickó pácos helyzete fokozódik, a pecsenyés újfent rohamoz. Bő adag fűszerkeveréket zúdít az olívás organizmusra, majd csíkokra metélt krumplit ömleszt rá egy patinást vajlingból. Végül, nyásot ragadva, séfesen villogó szemmel közelít a nyersanyaghoz. Bellog lejeleli nekem, hogy ő rohant Loyola után. Átfut az agyamon, miféle végzett vár a konyhakész ördögre. Rablóhús, zsiványpecsenye készülhet belőle. Sorszerű. A nyáson sült jelöltre mutatva közlöm a büféssel, zsaru vagyok, az ipsel eltári holmi, rögvest visszajövök érte. A bűvész mutatvány kibomlása közben süvítek a cirkuszi sátorba.
A fejmikrofonos illúzionista azt demonstrálja, hogy a mellette lévő szekrény keskeny, magas és mindenek fölött üres, a másik oldalán mosolygó lány pedig csinoska és eleven. Megmutatja a kardját is. Nem csalás, nem ámítás, a penge stabil, a padlóhoz, szekrény oldalhoz feszítgetve sem siklik a markolatba. Szúrása tehát letálisan mortális. Mindezt visszafelé is eldemonstrálja. A kevés ruhában, sok csillámban széplő lányt besegíti a bútordarabba, rázárja az ajtót. Táncos léptekkel pörög, hajladozik, megrögteti palástja bő ujját, hadonászik a karddal, és még sokféle módon gerjeszti a várakozást. Izgalomfokozás közben nem veszi észre, amint a stukkert szorongató Loyola besúran a szűk szekrénybe, a varázslási asszisztens mellé, és tenyerét a lány szájára szorítva behúzza az ajtót. A szemtanú nézősereg felhördül, hosszan kitartva a hangot. Néhányan azt gyanítják, hogy az újonnan érkezett rossz képű alak a varázsló segédje. Ők elnémulnak. A türelmetlen várakozással elégedett mágus keresztül döfi a szekrény deszkát. Bentről dulakodás neszei hallatszanak. A bántalmazott tárgy aggasztóan imbolyog. Az illúzionista oldalba rúgja a renitens viselkedésű szekrényt, gépmosolyt csillant a nagy erdeműre, és mes meg a fába mártja kardját. Tette vad dühöngés, nyögdelést vált ki a varázslási kellékből. Bellok a manésba toppan, a rámeredő mágusra ügyet sem vetve feltépi a szekrény ajtót, megragadja Loyolát, és lerántja a falhoz lapított lányról. Ugyanem mozdulattal a menyezet felé csavarja a túszejtő csuklóját. Eldőren a stukker. A golyó a sátorponyvát átütve a kozmoszba süvít. Loyola ujjai összemorzsolódnak. Kiejti közülük a vasat. Térdre rogy, majd hátratekert karjának kínjától elterül a fűrészporban, pár falásnyit habzsol is belőle. A láfestésképpen átatos sikítozás hallatszik mindenfelől. A művészete gyakorlásában meggyalázott mágus Danielre sújt a karddal. Újabb lövések csattannak ezúttal a poronton kívül. Noha a golyózáport figyelmeztetésnek szánták, a sátor tartórúdján függeszkedő hangszóró mégis belehal. A varázslást kísérő zene elnémul, a publikum fokozza a sikoltozást. Az egyik ölő robot közelít, bocskor halálában. Jobbjában stukkert lenget, bal csuklóján bilincs zörög. Az acélkézelő gazdátlan felébe az őt őrző mundéros zsaru csimpaszkodik. Eltérő súlycsoportúak lévén a romboló úgy cipeli a rendőrt, mint egy ráakadt karácsonyfadíszt. Nem is veszi többe, teljes agykapacitásával Loyola elkapására koncentrál. Bellok félrepattan a dühötten rohamozó bűvész útjából, a szúrások, csapások elől akrobatikusan kitérve, trükkös szökkenésekkel a vívó mögé kerül, ujjait a kardmarkolatot szorító kézre fonva a hasztalan vergődő varázsló felé fordítja a penge hegyét és döf. A penge eltűnik a testben. Daniel hátralép. A leszúrt mágus lehanyatlik, ám tovább markolja a kard griffjét. Fittyet állal felemeli sápat fejét, és átdöfött hasára meredve idegtépő sikoltást hallat. Az izgatott közönség lesi a vérpatakzást, csak hogy nincs vérpatakzás. A teten feltápászkodik, immár két kézzel szorítja hasához a kardmarkolatot. Mély meghajlások közepette hátrál ki a fűrészporos porondról. Immár senkit sem izgat a hallatatlan varázsló, mindenki Loyolát és a rendőrfüggelékes ölőrobotot figyeli, Bellokot és engem is beleértve. A killer kezében lóvált pisztoly, elővicsorgó szánnyal láttán nem fáradunk a lefegyverzéssel. A fickó is észleli lőképtelenségét, elhajítja a döglött vasat, felszabaduló kezével a menekülő Loyola után csápol. Mellé nyúl, nem kétszer, de nem adja fel a lepkézést. A testileg lerongyolt üldözött térden dübörög tova a fűrészporban. A fehér lepellel takart bűvészkellékes asztalhoz érve megpróbál talpra kecveregni. A kapaszkodónak használt terítő lefelé indul, a szélén lévő cilinder a nyomába ered, és az asztal pereméhez érve szabadon bocsátja lakóját. A rejtekből előrobbanó tapsifüles a négykézlábazó Loyola gerincére ugrik, heves ideggörcsöt kiváltva. Nem vesztegeti az időt a rángás roham kiélvezésére, dobbantva ellendül az ember hátról, és kirobog a sátorból. A terítő tovább siklik lefelé, szanaszét eresztve a különféle tárgyakkal letakart varázstartalmakat. Előkerül egy harcias mosómedve, még két nyúl és egy csapat fehér galamb. A mosómackó vicsorogva fújtatva elrohan a nagymosásához. A galambok menyegzős hangulatot generálva
élénk száncsapásokkal emelkednek a cirkusz sátor légterébe. Eszembe jutatják az esketésére készülődő, pontosabban kikészülődő barátnőmet. Csupán egyetlen pillanatig gondolhatok a teljesen félőrült Daliára, ugyanis ekkor a rajta lógó zsaru által némileg befékezett gyiloggép utoléri üldözöttjét és üllőszerű öklével porítani kezdi a pedofil fejét. Bellok nyomban odapattan. Első lépésként odébb tolja az útból a karácsonyfadísz zsarut, őt még viszonylag gyengéden, majd stílust váltva bemutat néhány kommandós technikát. Lábbal, ököllel, rogyadozóra zubolyozza a brávót, kivédi a bilincses kézzel rámért pörőcsapást, majd elzárja az éltető levegő útját az ellenfél hörgőitől. Erre azok hangos hörgésekkel reagálnak, hát innen a hörgők nevezet. A légritkulástól petyhüdő fickó tarkon sújtja Danielt a karpereccel, főként annak gazdátlanul fityegő részével. Így módon megváltja önnöd üdvösségét. Nem kell további kínokat kiállnia, csupán egy utolsót. Daniel atomgyors ütés-rúgás kombinációval hajtja végre a tudatfosztást. Félreugrik a lezuhanó droid útjából, és lendületből elmarja az asztal alá mászó Loyola lábszárát. A földig lógó lepel mögé furakodó bűnözőt újabb kínos meglepetés éri Alant. A rejtekbe pórázolt varázslási kellék munkakörű gepár feldődik a jutalomfalat nélküli betolakodótól. Esetleg úgy értelmezi, hogy a jövevény a jutalomfalat. A marcangolt Loyola pániksebesen kifarol az asztal alól, a nagymacska hörögve nyomul utána, ameddig láncpóráza engedi.